Kedves nézőink, ez már a Siesta Plus, de szerves folytatása a Siesta-nak. Már csak azért is, mert az imént egy tulajdonképpen strandos témával fejeztük be, és gondolatban továbbra is ott vagyunk, bár folyamatosan nem a strandot ajánljuk, de a szükséges velejárója ezeknek a történéseknek, hiszen az ország egyik legjelentősebb strandfoci fesztiválja Nyíregyházán zajlik nem sokára, egyre több napon keresztül a főszervező Dajka Lászlót, aki a Nyíregyházi Sportcentrumot is képviseli, meg a másik szervező, kedves Laci, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT, ugye? Akkor úgy mindenkit képviselsz most. Így, pontosan. Köszöntöm a stúdióba, szervusz. Merészhetem azt mondani, hogy az egyik legnagyobb az országban. Remélem nem lőttem mellé. Abszolút nem, hiszen 44 csapat vesz részt, és bizton állíthatom, hogy az ország legnagyobb strand foci fesztiválja, hiszen vannak ilyen 24, 26-os, még talán egy 30-es is van az országban, de nem csak ez a létszám a lényeg, hanem az, hogy 4 napon keresztül zajlik, mert vannak olyan tornák, amik egy-egy hétvégén lezajlik, egy szombat-vasárnap, de ugye a Sóstó Gyógyfürdő ZRT és a város vezetésének jó voltából, így 4 napon keresztül bonyolíthatjuk Sóstón már 44 csapattal ezt a tornát. Most az 5. jubileumi tornát rendezzük, már tavaly is volt 4 női csapat, most is 4 női csapattal indulunk csütörtökön reggel 9 órakor, és egészen vasárnap este fél hétig, nem mondhatom azt, hogy pattog a labda, mert itt aztán végképp nem pattog, hiszen a labda általában 80%-át a levegőbe tölti a strandfociba. Ettől is szép, erre mindjárt kitérünk, de még menjünk vissza egy picit a múltba. Én emlékszem, nagyjából a Hübnerrel együtt indult, ugye a strand röpi a belvárosba, foci meg kint. Akkor gondoltad, hogy ekkora lesz a sikere? Szerettem volna, hogyha ez így alakul, hiszen az első alkalommal 12 fővel próbáltuk meg. Ugye én a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének is tagja voltam, és már ott azon belül a strandlabdarúgás is hozzánk tartozott, és tetszett nekem nagyon ez a sport is a futszál mellett, és akkor gondoltam úgy, hogy meg kellene próbálni egy Nyíregyházán, és főleg azért is, mert egy Nyíregyházán épült meg Magyarország egyik legszínvonalasabb pályája, ami nem nemzetközi mérkőzés lebonyolítása is alkalmas, most már csak egy lelátó hiányzik, és ugye többször beszélünk arról, hogy akár válogatott mérkőzést is ide tudunk majd hozni, hiszen az országban több helyen, de általában inkább Balaton és a Tiszató mellett játszanak válogatott mérkőzéseket, de erről sem tettem le sem én, sem a Sóstó Gyógyfürdő, illetve a sportcentrum vezetése. Benne van a lehetőség. Most mekkora népszerűségnek örvend ez a sportág, szakág, lassan azt kell mondani, igaz? Igen, ez szakág, igen. De az rendben van, hogy itt a nézők, hogy hát néhányan kimennek buli meccsre, mert rég nem erről van szó. Nem erről van szó, hiszen az elmúlt évben is 5000-en látták a Sóstó Gyógyfürdő pályáját körbe ölelve a nézők, és nagyon várják ezt. Bizonyítja az is, hogy a résztvevők is szinte egy hét alatt betöltik a létszámot. Mikor meghirdettük, az első 2-3 napban rögtön 30 csapat lett, most eljutottunk oda, hogy ugye 2 héttel ezelőtt már megtelt a létszám, és van 5 tartalék csapat. Ha véletlenül valaki mégis visszamondaná, időben nem fér már több vele, akkor szívesen ugranának be. Ez egy jó szervezőnek, ez a jó, mikor nem kell sokat görcsölni ezen, hanem látszik az, hogy a munkánk így is meg van becsülve, hogy jönnek, ugye 4 megyéből érkeznek hozzánk, 17 településről, ezen belül ugye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is jönnek 9 településről, és a Nyíregyháza krémje, hiszen a nyíregyházi és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kispályás labdarúgás az országban nagyon felső fokon ott van az első 3 között, mert bárhol megjelenik Magyarországon, akár strandfocival vagy kispályán labdarúgó csapat, ott a dobogóra kerül valamelyik. Na, majd mindjárt beszélünk még magáról a kispályás bajnokságról, és maradjunk a strandfocinál. A női néző kedvéért is mondom, hogy picit avassuk be részletekbe, homokba játsszák, de nehéz úgy passzolni, mint ahogy Dzsudzsákék csinálták, ugye? Így van természetesen, tehát ahogy az előbb is említettem, itt mi vagy a strandon van, hatalmas, tehát meleg van gyakorlatilag, ugye 30 fokon felül lesz most is a hőmérséklet, ezért mozogni kell a játékosoknak, mert nagyon forró a homok, így is még, hogy 3 mérkőzésenként locsoljuk, de a labdákat ki kell emelni, tehát egy 70-80%-át a levegőbe tölti a labda a mérkőzéseknek, és itt jön be az a strandlabdarúgásnak a varázsa, hogy
hogy a nagy ollózások, amikor kiemelik a játékosok a homokból a labdát, és hátraollózva lőnek kapura, hát fantasztikus gólokat, megmutatványokat láthatnak, és ugye ebben a szabály is kimondja, hogy akadályozni nem szabad, tehát gyakorlatilag ezt azonnal megfújják, hogyha ha valaki ezt az ollózást akadályozza. Kisebb a sérülési veszély is, úgymond, hiszen nem ütik úgy meg magukat, de viszont mivel mezitláb játsszák a játékot, azért vannak lábúj problémák néha. Nézzük a tényeket nézői szempontból. Mikor kezdődik, és hogyan lehet ezt megnézni? 14-én a strandnyitások, ugye ez csütörtökön, 14-én reggel, hogy a strand nyit 8 órakor, és 9 órakor kezdenek a hölgyek négy csapat, a Nyírség, NSC, Napkor, Tarpa, és a Nyírség NSC-nek a második csapata egy körmérkőzéses formában, szintén egy tornán vesz részt, mint ahogy tavaly is volt, és azt követően 12:30-tól elindul a játék, gyakorlatilag 10 négyes csoportba, és a csoportokon belül körmérkőzés van a csoportokból, az első két helyezett jut be majd már a szombaton kezdődő elődöntőkbe, és egészen a strand zárásáig zajlanak a mérkőzések, tehát lesz, amikor este 8 órakor fejeződik be egy-egy csoport. Érdemes kilátogatni, ott van a hideg sör a pálya szélén, tehát a hatalmas szurkolás van, mihint lejátszák a mérkőzéseket, közel van a medence, nagyon nagy buli egyébként ez, tehát egy ilyen pályán, mint ami Nyíregyházán van, öröm játszani. Köszönöm, és akkor most egy picit kanyarodjunk el magától a jövő heti eseménytől, hiszen nem sokára, igaz nem homokon, hanem ragyogó salakpályákon, villanyvilágítással kezdődik az 51. idénye, ugye? Most már a kispályás bajnokság. Így van, 51. idény, hiszen a tavalyi bajnoki évben, a 2015-16-os idényben jubilált a nyíregyházi kispályás labdarúgás, ezúton is köszönet az elődöknek, akik megtettek mindent annak érdekében, hogy szintén Magyarország egyik legpatinásabb, legnagyobb létszámú szabadidősport rendezvénye legyen így kispályás labdarúgásba. Mi folytatjuk ezt a Nyíregyházi Sportcentrum szervező csapatával, és augusztus 15-én újraindul a játék, továbbra is 10 csoportba. Jöttek új csapatok, hiszen teljesítjük az elvárásokat a polgármester úr kérésének megfelelően, hiszen 113 csapat volt az elmúlt idényben, és jelen pillanatban ott tartunk, bár még van egy pár nap, hogy nevezhetnek, hogy 118 csapatunk van, tehát az öreg fiúk kiegészült 12-12-re, tehát ebből is látszik, hogy a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság öregszik, és egyre többen szivárognak át az öreg fiúk bajnokságba. Jó van ez így, hiszen az egyik legszínvonalasabb játékot láthatják az öreg fiúk bajnokságba, és természetesen a többi csoportba is, de az A csoport az elit csoport. Hány embert mozgat ez meg egyébként? Tulajdonképpen 4100 igazolt labdarúgónk van, ebből van olyan, aki mondjuk sérülés miatt már hosszú ideje nem játszik, ezt nem tudjuk pontosan követni, de ez egy fantasztikus nagy szám. Heti egy alkalommal biztos, hogy összességében 5000 ember kilátogat a városi stadionba. Igazi családias hangulat uralkodik a bajnokságban, és jó látni ezt, hogy egyre sportszerűbbek a mérkőzések, szinte negyedére csökkentek a szabálytalanságok, nincsenek komoly sérülések, és hát a Nyírvévé munkatársai pedig mindent elkövetnek annak érdekében, hogy kitűnő körülmények várják a városlakókat, és természetesen most már megye különböző pontjai is jönnek hozzánk, hiszen Tímár, Gálvencselő, Napkor, Nyírpazony, Újfehértó, Nagykálló, minden onnan jönnek már a csapatok, már nagyon sok olyan nagypályás csapat van, amelyik ugye esetleg megszűnt, mégis fenn akarják tartani a mozgást a településnek, ezért szurkolókkal együtt bejönnek heti egy alkalommal és játszanak. De most legközelebb strandfoci a Fátum Property kupáért, ugye jövő héten csütörtök a vasárnapig. Jó időt, sok sikert kívánunk! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, a Szabolcsi Koncert fúvószenekar, természetesen a mazsore csoportokkal kiegészülve, most már a hagyományt folytatva, hiszen tavaly volt először erre alkalom, igaz, akkor a Kossuth téren egy nyáresti koncertet adott, ezúttal Sóstó Gyógyfürdőn a Krúdi Vigadó teraszán, amely éppen a megújulás idejét éli, pontosabban az előtt áll. Hiszen úgy gondolták, hogy a külföldi turnék előtt
szívesen megmutatnák azt az anyagot a nyíregyházi nézőknek és az itteni turistáknak, amiben majd részesülnek azok, amerre ők járnak, mi is ott voltunk a kameráinkkal. Klasszikus zene és musical dallamok töltötték meg pénteken este Sóstón a Krúdi Vigadó előtti teret. A szabolcsi koncertfúvó zenekar és mazsorett csoport ezzel a szabadtéri zenei produkcióval kívántak kellemesebbé tenni a nyíregyháziak és a városba látogató turisták időtöltését. A szabolcsi koncertfúvó zenekar életében az egyik legfontosabb koncertünk az újévi koncert. És ugye hosszú évek óta, már 6-7 éve társult hozzá egy kis testvér, a tavaszi koncert, és tavaly megszületett a második kis testvér is, a nyári koncert. Abból a megfontolásból és meggondolásból, hogy ugye nyáron az együttes két turnéra is fog indulni, egy olaszországira és egy Bulgáriára, és arra gondoltunk, hogy ne fosszuk meg a nyíregyházi közönséget azoktól a műsorszámoktól, mazsorettes produkciókról, amik majd ezeken a turnékon elhangadzanak, és így arra gondoltunk, hogy egy kellemes nyári estét így együtt közösen eltölthetünk. Az est folyamán a fúvósok olyan népszerű klasszikusokat játszottak, mint például Weber, musicalekből pedig a Jézus Krisztus szupersztár csendült fel, de sokan a macskák dallamait is felismerhették. A nagyszámú közönség tapssal értékelte a különleges atmoszférát teremtő zenei eseményt, és láthatóan jól érezte magát. Hogy tetszik a program? Hogy érzik magukat? Jó, nagyon tetszik. Itt kellemes, jól érezzük magunkat. Jó a program nagyon. A lányok is, a zenekar is, az meg kimondottan. Amit játszanak, meg ugye egy kicsit idézi a részemre a régmúltat azért. Rendszeresen ki szoktak ide látogatni? Igen, ha az időnk engedi, ilyen jó időben kellemes, jól érezzük magunkat, és akkor kijövünk gyakran. Sherfestre jövünk, augusztusban szintén, tavaly is voltunk, az is egy nagyon jó program. Fiatalok meg itt a tóparton, most a hét végén. Jó, minden, szuper, ennyit tudok mondani. Az eseményen felléptek az együttes három generációs mazsorettjei is, a tűzmadarak, a kék delfinek és a csillagok.
Látványos táncukkal szintén nem okoztak csalódást. Mondhatjuk bátran, hogy műfaj teremtők vagyunk, hiszen ez volt a Magyarország legelső mazsolet csoportja. Megboldogult Tonti Laci bácsi hozta létre, 44 éve megvan a csapat. Most körülbelül egy olyan 80 fő a mazsolet csoportnak a létszáma, a Nyíregyháza Egyetem mazsolet csoportja. Lehet nálunk a próbákon jelentkezni a zenekarnál, vagy a hétfőn, csütörtökön, vagy pénteken a mazsoletes próbákon a Szabó Mónikánál. Egyébként mindenkit várunk szeretettel. Mi ugye, mint műfajteremtők voltunk, ugye a hagyományos elemeket ötvözünk benne a magyaros motivumokkal. Megmaradtunk ennél, ez kb. Magyarországon, ha van mondjuk 100 mazsoletcsoport, ami egyébként kb. 3-400, de arányszámot akkor mondok, kb. 2 csinálja azt a műfajt, amit mi csinálunk, de jól csinálhatjuk valószínűleg, hiszen számtalan meghívásunk van, nemzetközi versenyekre járunk, illetve versenyt nyertek a lányaim most is egy Nyíregyházán. A nyíregyháziaknak a nyári időszak alatt nélkülözniük kell az együttest, ugyanis július 15-én Olaszországba, majd Bulgáriába utazik a társulat, hogy egy kis magyar muzsikával és mazsolettes produkciókkal szórakoztassák a zenekedvelő közönséget. Kedves nézők, a következőben két férfi fog beszélgetni egy alapvetően női, vagy nőinek tűnő dologról, mert ha azt mondom, hogy virágkötészet, egyáltalán a virágakkal való foglalatoskodás, akkor első körben nekem mindig gyönyörű nők jutnak eszembe, de az is igaz, hogy aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet. Nem, hogy nem rossz ember, hanem még nyertes is Gerlécki Zoltán barátunk, aki egyébként művelődésszervező. Civilben. Persze, mit tudjam már, melyik a fő foglalkozásod lassan? Ó, hát igazából szerintem még ez. még ez. Valójában ez nekem egy nagyon jó kis hobbi, amit fejlesztettem olyan szintre, hogy bármesteri. Mert hogyha valaki szeret valamilyen dologgal foglalkozni, amit szeret, az szerintem jó, hogyha úgy csinálja. Tudom, beszélgettünk, mint virágkötész ebben a minőségedben veled, nem is olyan túl régen, mikor Milánóban az Európa-bajnokságon megfigyelőként voltál jelen. És akkor megkérdeztük, de hát ha valaki nem hallotta, hogyan jött neked ez az életedbe? Valójában én így beleszülettem ebbe a dologba, a szüleim virágkertészettel foglalkoztak, és én kicsi koromban is már ott nőttem fel, úgymond a piacon. És ez engem jobban érdekelt attól, hogy most ezt a virágot eladjuk. Nekem ennek a művészeti része érdekel jobban, és azért is nekem ez egy ilyen önkifejezés, úgymond. Más lehet festegetni szeret, én nekem a festőpalettám a virágok és a színeik. És én úgy gondoltam, hogy akkor ezt fejlesztem tovább, és tavaly mesterlevelet is szereztem virágkötészetből. Hol? Hogyan lehet ilyet egyébként? Hát Magyarországon a magyar, tehát úgy van egy egyesület, a virágkötők és virágkötő vállalkozók, Magyarországi Szakmai Egyesület, egy szép hosszú egyesületi név, ők azok, akik összefogják ennek a mesterképzésnek a dolgait, és hát ez Budapesten történt tavaly, és az Oméken volt egy kiállítás, amit 3 napig megtekinthettek a nézők, és ott... Zsűrizett munkáid, ugye? Igen, tehát az volt a mestervizsga munkánk, és arra kaptuk igazából az érdemjegyet, úgymond. Tavaly elég sokan, mert több mint 23-an végeztünk, azt hiszem
valahogy 23 körül volt a mester végzettek száma. Az idén hát kevesebben vannak, mert vagy olyan 15 ember lesz, aki mester lesz remélhetőleg. Kedves mester, akkor nézzük a tényeket, nem véletlenül van előtted két oklevél, meg egy szék nyabba való érem. Igen, hát Magyarországon Tatán a Víz Zene Virág Fesztivál keretében szokták minden évben megrendezni a Magyar Virágkötő Bajnokságot. És hát az idén ez egy ilyen meghívásos verseny, és az első 10 jelentkező, akinek kiküldték ezeket a leveleket, az első 10 visszajelentkezőt szokták visszahívni úgymond a versenyre. Hát is én most benne voltam ebben a 10-ben. Sajnos hatan... Gondolom ezt is ki kell érdemelni. Bocsánat. Hát igen. De végül 6-an versenyeztünk, mert 4-en valamilyen okból visszamondták a versenyt, úgyhogy 6-an voltunk megmérettetve. Ez Tatán a várban zajlik ez a verseny, ott vannak kiállítva a munkák is. És most akkor beszéljünk az eredményről, aztán majd megnézzük, milyen munka van mögötte. Van mire büszkének lenni? Hát igen, harmadik helyezést értem meg, igazából külön is díjazták a kategóriákat, mert 3 munkát kellett elkészíteni. A szülőköszöntő csokor kategóriában kaptam egy harmadik helyezést, illetve az összesített kategóriában, mivel 3. Ez a 3 szülőköszöntő az, amikor, és most kedves fiatalok, adjátok oda, ugye? Igen. Hát igazából ez most elég érdekes volt ez a kiírás, mert április végén kaptuk meg magát a kiírást. Könnyed virágvarázslat címmel volt ez igazából meghirdetve, és az esküvő tematikájába kellett igazából ezt beleilleszteni. Ami érdekes volt ebben az egészben, hogy vonalas grafikus stílust kellett használnunk, aminek az a lényege, hogy a növény ahogy nő, tehát abban a formában kell elhelyezni a csokorban, tehát nem kell beleszorítani valamilyen körbe vagy bármilyen formába, hanem pont az a lényege, hogy milyen ívek vannak mondjuk esetleg a növény szárában, vagy hát ehhez leginkább trópusi növényeket szoktunk használni, de most az idén ezt kikötötték, hogy azt nem lehet. És mi volt a 3 kategória? Az első szülőköszöntő, azt már tudjuk. Igen, tehát volt egy szülőköszöntő csokor, abban meg volt határozva, hogy hortenzia kell, hogy legyen, és 1 méternek kell lenni, vagy az átmérőnek, vagy 2 pontja között a csokornak 1 méternek kell lenni. Tehát azért ez egy elég nagy méretű csokorra sikeredett. Volt egy természetesen mennyasszonyi csokor, amit kellett elkészítenünk, ebben ki meg volt határozva, hogy ez lélaszínvilágú legyen, és klematiszt kellett használni benne, illetve a harmadik feladat pedig a Leánykérés a vadrózsalógás alatt című munka. Ez egy olyan, végül is egy boldogságkapunak, vagy nem tudom minek lehet nevezni, igazából ki mit talált ki, tehát mindenkinek a saját fantáziára volt bízva. De itt kerti rózsákat, illetve vadrózsát kellett használni, ez így ki volt kötve, és 70%-ban ez ilyen növényekből kellett dolgozni. Valamint mindegyikben ki volt kötve, hogy főként az hazai termesztésű kerti virágokból kell kötnünk, tehát pont azért, hogy ne ezeket a nagy drága virágokat válasszuk, hanem az itthoniakat is ugyanúgy föl lehet akár a kiskertből is használni. Azért mondjuk már ki a tényt végre. Jaj, hát így összesített kategóriában is harmadik helyezett lettem, és akkor így egy bronzérmet kaptam. Gratulálom. Ezen a versenyen. Na most vissza a nehézségekhez közben. Elképzelem magam, hogy azt mondják, hogy na, irány a létre, mert hazai termesztésű. Hát ez így is volt, irány a létre, illetve hát... És mikor? Aznap és ott, és amit ott a környékén? Nem, hát előtte való napokban irány a létre volt, illetve hát nyitott szemmel kellett járnom. Mert például volt, hogy napkorán egy nénén ezt becsengettem, mert megláttam egy díszpipacsot a előkertjében, aminek annyira tetszett a termése, és olyan különleges formában növekedett, eléggé el volt görbülve mindenféle szára, ami pont ebben a stílusban beillesztető. Hát, illetve remélem nem vetnek meg, de azért egyik körforgalom rózsáit is rendesen megmetszegettem, mert hogy... Az nem árt neki, nem? Akkor jobb. Nem árt neki, igen, mivel hogy vadrózsa kellett volna, és hát a vadrózsa ilyenkor már elvirágzott. Uh-huh. Tehát elég érdekes volt számomra ez a kiírás, de mondjuk az indáit azt tudtam használni, jobban mondva, hát leszedtem a leveleket, és ez is volt az egyik jó dolog abban, hogy én ezt a boldogságkapuban úgy használtam, mert maga a vadrózsának az indái, ami tekerettek jobbra-balra, tehát ezek a vonalak voltak azok, amik így tetszettek a zsűrinek is, bár nem értem, hogy azt akkor miért nem helyezték, tehát nem, az nem kapott igazából helyezést külön. De az összesített pontszámok alapján mégis én lettem így a harmadik helyezett. Melyhez gratulálunk szeretettel, időnk lejárt, a tiéd viszont igazából most kezdődik. Mi a következő cél?
Mert hogy beszélgettünk, jártál te már tanulni? Hát igazából voltam már Kolozsváron is, egy nemzetközi workshopon egy nagy orosz virágkötő mesternél. Igen, hát szó szerint mágus, mert egy nagy show keretében végül is egy ilyen esküvőkötészeti workshop volt, aminek a vége egy nagy show volt a Kolozsvári Múzeumban. Hát ott igazából ilyen reggel 9-től este 11-ig dolgoztunk szinte minden nap a munkákon. Közel 30 csokrot mutattunk be, és ilyen nagy térinstallációkat készítettünk. Ami érdekes volt, mert még ilyet én nem csináltam. Még szemváros volt Kolozsvár arra néhány napra, de igen. Az alapkérdés az úgy hangzott el, hogy mi a következő lépés? Mi a következő lépés? Hát az az igazság, hogy minél jobb helyezést elérni először a Magyar Kupán, mert annak az a lényege, hogy ha ez megvan az első helyezés, akkor indulhatunk akár egy Európa-bajnokságon, vagy akár egy világbajnokságon is. Úgyhogy ez a cél leginkább. Vágyaid és álmaid váljanak valóra, ezt kívánjuk. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, az Új Világ Szimfónia harmadik tétele következik, illetve ennek egy nemzeti filharmonikus zenekar által itt Nyíregyházán eljátszott csodálatos interpretációja Kocsis Zoltán vezényletével. Egyébként a teljes szimfóniát szombaton a Kultúra című műsorban tekinthetik meg. És persze vasárnap este az ismétlésben. Thank you.
Kedves nézőink, ez volt a Siesta Plus. Várjuk Önöket egy hét múlva is a szokott időpontokban a képernyők elé. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!